A baba és az anyuka is jól vannak, így ezek a hétfői képsorok már az utolsó kórházban töltött óráik egyikén készültek. Vas Anasztázia és kisfia, Turák Milán Zsolt nem sokkal a felvételek elkészülte után hazamehettek. Augusztus 20-án 1 óra 54 perckor császármetszéssel megszületett. Hál' Istennek augusztus 20-án mindenki legalább most már tűzijátékkal ünneplik a születésnapját. Gyönyörű szép kisfiú. 3440 grammal született, és 47 centivel. A hétfői eseményen Mikus Éva lepte meg az édesanyát egy babakocsival. Mindez nem számít egyedi eseménynek, azonban eddig, augusztus 20-án nem volt példa hasonlóra. Én úgy vagyok vele, hogy én imádom a gyerekeket, imádom az ünnepséget, és valahogy meg nagyobb ünnep ez most, amikor augusztus 20-án mindenki ünnepel, tűzi játék, játék, és egy kis baba egy életet kapott, megszületett. Ugyanezen a napon, és neki ez egy emlékezetes születésnap lesz, hogy Magyarországnak a nagy ünnepén én születtem, mondván a kisbaba. Tehát én erre nagyon örültem, és ez az én ötletem volt, hogy nem mindig karácsony, szilveszter legyen, nekünk legyen minden nap öröm, amikor egy baba megszületik, de ez egy különleges ünnep, ami augusztus 20-a. Az elmúlt évtizedben nem csak mérséklődött a születések számának csökkenése. A helyzet ennél valamivel kedvezőbb, ugyanis, mint azt Párdusz László osztályvezető főorvos elmondta, a trend az elmúlt évtizedben megfordult, és ha még nem is a kívánatos mértékben, de emelkedik a születések száma. Az elmúlt években kismérvű növekedést észleltünk a születések számában, köszönhető ez a kormányintézkedéseknek. A reprodukciós ráta, nagyon jól tudjuk, hogy országos szinten 1,4-ről 1,6-re változott, és azt is tudjuk, hogy 2,2 lenne a cél, és azért mi mindent megteszünk, próbáljuk az intézményünket, konkrétan az osztályunkat családias légkörűvé tenni, családias szülőszobának megfelelően azokat a körülményeket is még ebben a nehéz helyzetben, amit ez a járvány időszak okozott. Tehát együttszülést biztosítottunk még a járvány időszak kellős közepén is. Az eseményen Mikus Éva elmondta, még nem tudja, hogy jövőre is meglepi-e ajándékkal az első, augusztus 20-án született babaszüleit, de abban biztos, hogy a jótékonysági tevékenységet a jövőben is folytatja.